2023. május 27-én, szombaton az egyik kollégám azzal azt a jelzést adta felém, hogy a Facebookon az iskolával szemben egy lejárató kampány indult, és átküldte nekem azt az anyagot, amit ő talált. Ebben különböző rágalmazásoknak van a iskolán kitéve, elsősorban az állatoknak a gondozása és ápolása és a tartásával kapcsolatban vádoltak meg minket, hogy mi ezeket az állatokat, amiket a gyakorlatok során maga az iskolának az oktatásában használunk, úgymond a gyerekeknek a gyakorlati óráinak a megtartására, hogy ezeket mi nem tartjuk megfelelő módon, megfelelő etetésük és a gondozásuk nem megfelelő. Ezt én határozottan el tudom utasítani, hiszen bárki, hogyha megnézi ezeket az állatokat, látja azt, hogy ezek egy jó gondozott, jó karban tartott állatokat találhatunk. Nem csak a lovakról beszélek, hanem a szarvasmarhákról, a sertéseinkről. És úgy gondolom, hogy ha valaki állít valamit a Facebookon, annak meg kellene, hogy legyen az alapja. Az a fénykép, amelyet ők mutogatnak, ez egy, azt mondom, hogy ez egy nem egy valós fénykép, ez egy nagyon-nagyon átdolgozott fénykép. Valóban volt az egyik állatunknál, hogy a víz nem volt megengedve, de soha nem volt ilyen állapotban egyetlen egy lovunk sem, mint amit ott a fényképen látható. Úgyhogy ez egy szerintem egy előnytelenül felvett kép azért, hogy az iskolát meg tudják támadni, és ezt fel tudják ellenünk használni. Sajnálom azt, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ez az iskola rosszul működik, mert én úgy gondolom, hogy mindent megteszünk, nem csak én, hanem a dolgozóink is. Hát ezek mind-mind alaptalan vádak, és úgy gondolom, hogy aki felelőtlenül nem csak intézmény, magánszemű, bárkit megvádol, annak úgy gondolom, hogy meg kell, hogy kapja a méltó büntetését.